Itt az idő most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés választható! A magyarok istenére elhiszünk, hogy a rabok tovább nem leszünk! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történelmének egyik legmeghatározóbb időszaka volt. A nemzeti identitás egyik alapkövének is titulált eseményre minden év március 15-én emlékezünk meg. A Vaszary János Általános Iskola tanulói a hősök előtt tisztelegve egy színvonalos műsorral készültek, amelyben bemutatták az időszak cselekményeit tanulótársaiknak. Tavalyi Vaszary János életét feldolgozó előadásunkból kiindulva úgy gondoltuk, hogy idén a március 15-i ünnepségünkbe beletennénk Hamari Dánielt, ha már ő is Tata szülötte és híressége. És hát ebből kiindulva ugye volt egy kis könyvtárlátogatás, egy-két könyvet összegyűjtöttem, életrajzi adatokat, akkor találtam, hogy írt verseket is, akkor az unokája is közben írt verseket, találtam egy ilyen életkép összehasonlító kis füzetecskét, azokból is vettünk ki verset a darabba, és mivel izgalmas volt az élete, mint egyébként minden embernek, azokat a kis pontocskákat próbáltuk megfogni, ami konkrétan Tatát érinti, és úgy éreztük, hogy ezt megszemélyesítve talán példát tud mutatni a jelen korosztályának, ifjúságának is. A diákok lelkesen készültek a műsorra, iskolaidőn kívül önszorgalomból is sokat gyakoroltak a szereplők. Varga Edit az intézmény igazgatójának elmondása szerint a produkció magas színvonala egyaránt köszönhető a pedagógusok és a diákok hozzáállásának is. Nagyon nehéz megszólalni egy ilyen érzelmileg túlfűtött, fantasztikus előadás után. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen kollégáim vannak, és nagyon büszke vagyok a tanítványainkra, akik ilyen tehetségesek, ilyen szorgalmasak, és azt hiszem, itt a pedagógusok munkáját kell kiemelni abban, hogy ezeket a diákokat nem rákényszerítik, hanem úgy motiválják őket, és megkeresik a tehetségeket, és a tehetséges tanulók itt kiteljesedhetnek. A gyerekek tehát egy szemléletes műsornak köszönhetően még közelebb kerültek a történelem egyik legfontosabb eseményéhez.